Még egy kicsit. Így szedték le a szekszárdi kutatómentő csoport tagjai az egyik Szabolcs megyei épület tetejét a fáról. A június végi vihar percek alatt söpört végig Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén, ahol több mint 93 településen okozott áramkimaradást, döntött fákat házakra vagy éppen csavart ki a helyükről. A Tolna megyei önkéntes tűzoltó szervezetek a vihar helyszínére értek, és azonnali segítségnyújtásba kezdtek. Ezért kaptak kitüntetést az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetőjétől Góra Zoltántól, amit a megyei katasztrófavédelmi igazgató és a Tolna megyei közgyűlés elnök adott át az önkénteseknek. Balázs Gábor köszöntőjében kiemelte, hogy emberfeletti munkát végeztek a csapatok, és büszke rájuk. Nagyon fontos, hogy az az összefogás, amely megmutatkozott 27-től kezdve a károsult településeknek a megsegítésére, az milyen jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy mintegy 2,5 nap alatt szinte az összes káresemény felszámolásra került. Fehérvári Tamás azt mondta, fontos, hogy minden esetőségre felkészüljenek az emberek, és méltatta az önkénteseket, amiért gyorsan és precízen végezték a munkájukat. A Tolna megyei közgyűlés elnöke azt is mondta, jó érzés Tolna megyeinek lenni egy ilyen összefogás után. Ismét jó volt Tolna megyeinek lenni. Ez a természeti csapás, ami Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét érte, ez ismét bizonyította, hogy ilyen messziről Tolna megyéből is tudunk segíteni. És ahogy hallottam itt most ezen a összejövetelen, nem csak Tolna megyéből, hanem külföldről is érkezett segítség, Lengyelországból, Szlovákiából, Erdélyből. A Szabolcs megyeiek segítségére 6 Tolna megyei önkéntes tűzoltó és kutatómentő csapat sietett, 15 fő kapott közülük elismerést, amiért segítettek felszámolni a vihar okozta károkat.